kiwi, buborék, jumbo vagy kusisimua. Többek között ilyen javaslatok is érkeztek a Nyíregyházi Állatpark afrikai kis elefántjának a névválasztásához. A látogatók két héten keresztül küldhették be javaslataikat az állatpark közösségi oldalára, ahova több mint 1000 névjavaslat érkezett. A gondozók szerették volna, ha K betűvel kezdődne a kis elefánt neve, mint az édesanyjáé, Kwanzáé és a bátyái, Kitóé, így végül a Kimani afrikai névre esett a választás, ami szuahéli nyelven szépet és édeset jelent. A kis elefánt idén júniusban született, és ő a negyedik tagja a Nyíregyházi afrikai elefánt csapatnak. A természetben az afrikai elefántok matriarchális csoportban élnek, azaz egy vezértehén és nőstényekből álló csapata és borjai élnek egy közös csoportban. Minden egyes csapattagnak megvan a feladata, ugyanezt tudják megtekinteni itt a Nyíregyházi Állatpark vendége is. Most a csapat legfontosabb feladata és munkája az, hogy az apróságot védjék. Számunkra is igazán meglepő volt, hogy az apróság, aki most 2,5 hónapos elmúlt, nem az anyját, a 19 éves Kwanzát követi leginkább a csapaton belül, hanem a 3 éves bátyjával játszik előszeretettel, és árnyékként követi a kifutórendszerben. Kimani azért is különleges, mert ő az országban az egyedüli afrikai elefántborjú, de ő volt az idei első afrikai elefántborjú Európában is. Ami viszont igazán különlegessé teszi őt, hogy zárt tartási körülmények között mindössze 2-12 hónapnál fiatalabb afrikai elefánt él a kontinensen.